Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, a műsor szerkesztője pedig Jó Brodé, és az orosz-ukrán háborúnak az aktualitásaival fogunk foglalkozni. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Somkuti Bálintot, a biztonságpolitikai szakértőt. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! És hát ennek a hétnek az eseményeit, ha egy picit átnézzük, akkor az első hír, amit szeretnék kommentáltatni önökkel, az az ukrán előretörés. Ugye ez kedden történt, ha jól tudom, legalábbis olyan szalagcímek jelentek meg kedden, hogy megváltozhat, vagy új fordulatot vehet az orosz-ukrán háború ezzel a lépéssel. Ha jól tudom, Herszon megyében indult meg ez a ellentámadásszerűség, ez a kirohanás, nem tudom, hogyan nevezzük ezt ilyen hadi fogalmakkal, de a Mandineren láttam egy viszonylag hosszú cikket Somkuti Bálint tollából, úgyhogy lehet, hogy önnek adnám meg először a szót, hogy egy kicsit beszéljünk erről, és aztán ennek fényében megyünk tovább. Köszönöm szépen. Elméletileg a hivatalos terminológia szerint egy támadás lenne, hiszen nem egy támadás adott reakció, így ellentámadás lenne, de miután az orosz fél van offenzívában, ezért mi vagyunk ukrán ellentámadásnak igazából a neve, az talán ebből a szempontból mindegy is. Ami fontos, hogy úgy tűnik, hogy hadműveleti szinten, tehát mondjuk egy magasabb szinten, nagyobb szervezettséggel, nagyobb egységek mostán vannak először az elmúlt időszakban, úgyhogy mindenképpen említése méltó. Igazából az óriási kérdés az, hogy az ukrán fél eddig is óriási veszteségeket szenvedett el eszközökben, élőerőben viszonylag kisebb problémáik vannak az utánpótlással, hogy ez az ellentámadás ez mit fog elérni, és mi a célja. Ugye pontosan július vége óta, tehát több mint egy hónapja beszélnek arról, hogy meg fog indulni a támadás, sőt, ugye a déli irányt is megjelölte az ukrán média, illetve az ukrán médiában nyilatkozó vezetők, tehát igazából meglepetés semmiképpen nem tudtak ott elérni. A kérdés az, hogy mire jutnak vele, igazából mi a fő céljuk, és mit próbálnak elérni. De ez úgy jelent már meg egyébként az orosz médiában, hogy ez egy kudarc volt, nem? Persze, hát ugye az oroszok azok már többször lelőtték a teljes ukrán légierőt, háromszor meghalt az egész ukrán hadsereg, és a többi, és a többi. Mind a két fél folyamatosan álhíreket kommunikál, különösen az oroszok. Ugye gyakorlatilag 14 óta, a Krím elleni támadás óta az úgynevezett orosz hibrid hadviselésnek, mondjuk úgy egész pályás letámadásnak az egyik legfontosabb eleme a kommunikációs offenzíva, aminek nem is az a célja feltétlenül, hogy az oroszoknak higgyenek, az a célja, hogy senkinek ne higgyenek a médiafogyasztók. Tehát, hogy mit mondanak az oroszok, az majd, hogy nem indifferens. Ugye itt ezen a déli front szakaszon az oroszok elég kedvezőtlen helyzetben vannak. Ugye a Nyepernek a nyugati oldalán van egy nagyobb úgynevezett, ahogy a katonák mondják, hídfő. Tehát az orosz erők egy szakaszon átkeltek a Nyeperen, ami egy nagyon komoly természeti akadály, mert szinte végig duzzasztva van Ukrajnában, tehát 3 plusz nagy, meg egy közepes méretű erőmű van duzzasztógáttal, ezek mögött ilyen 5-6-7-8 balatonnyi, tehát 12-18 köbkilométer víz van, másfél-két kilométer széles a Nyeper, és majdnem ugyanennyi széles mocsárvidék van még a két oldalán. És itt ezen a déli szakaszon összesen 3 hídon keresztül tudják megoldani az oroszok az ellátást, és az ukránok mind a hármat megrongálták annyira legalább, hogy az oroszok nehéz teherautókat és egyebeket nem tudnak rajtuk használni, tehát ilyen pontóhidakon, meg ilyen kompokon próbálják az utánpótlást eljuttatni, ami hát sem lőszerből, sem üzemanyagból nem elég. Ugye azt is látni kell, hogy az ukránok már teljes mozgósítást hajtottak végre, tehát óvatos beszélésre szerint 6-700 ember tartanak fegyverben, míg az oroszoknak itt ezen a Nyepertől nyugatra eső részen olyan 20-25, ahogy a katonai szaknyelv mondja, leharcolt zászlóhajó csoportjuk van. Ez úgy nagyságrendileg 10-15 ezer ember között mozog. Velük szemben több százezer ukrán katona áll, vélhetőleg legalább 200 ezer. Úgyhogy valószínűleg itt az ukránok teret fognak nyerni, egészen egyszerűen azért, mert az oroszok ki fogják ezt a területet üríteni. A Nyeper egy jó tűzszüneti vonal, tehát igazából Moszkva itt nyugodtan engedhet teret, mert nagyon nehezen tudná megtartani a számára fontosabb helyeken. Ugye a Donyecki régióban továbbra is az oroszok támadnak, tehát ami most úgymond a deklarált cél, ugye Donyeck megyének ahogy az oroszok mondják, felszabadítása, mintha a románok mondanák azt, hogy felszabadítjuk Magyarországtól a Tiszántúlt, tehát ezt meg akarja Moszkva szállni, az a fő csapás, az a fő erőkifejtés itt délen,
engedhetnek teret az oroszok, nyilván mindent megtesznek azért, hogy eközben jelentős veszteséget okozzanak az ukránoknak. Kicsit optimista helyzetértékelésnek tartom, bár vannak adatok, amik arra mutatnak, hogy elég komoly betöréseket értek el bizonyos helyeken az ukránok, de az élő erőben jelentkező fölény az nem jelent automatikusan területi nyereséget vagy akár győzelmet. Sokkal inkább a technikának a mennyisége az, ami számít, és tény, hogy a utánpótlás elvágásával előbb-utóbb nehéz helyzetbe kerülhetnek az orosz erők, de pontosan a légierőnek, illetve azoknak a mondjuk így erősokszorozóknak a bevetése, amikről folyamatosan érkeznek a hírek, tehát például a Krím-félszigetről napi több tucat bevetést repülnek orosz harci helikopterek, míg az ukrán légierő azért annyira nincs a helyzet magaslatán, illetve a légvédelem is igen hiányos. Így azért az a tűzerő fölény, ami az orosz oldalon van, az valószínűleg kompenzálja, vagy legalábbis lassítja ezt az előrenyomulást. Ugye egy komoly betörésről érkezett hír Suhovsztaki, vagy valami hasonló nevű település mellett, ami egy Davidov Brod nevű nagyobb, vagy kisebb városkának az ellátását fenyegeti. Az az első olyan áttörés, ahol nem arról beszélünk, hogy a korábbi szürke zónába, vagy vitatott területen fekvő településeket szálltak meg az ukránok, hanem konkrétan eddig orosz kézen lévő települések jutottak ukrán kézre. Nagyon érdekes, mi lesz ennek a betörésnek a sorsa. Ugye az ukrán vezetésnek a kérésére az összes nyugati elemzőintézet 1-3 nap késéssel számol be az eseményekről, ha beszámol egyáltalán. Úgyhogy nem nagyon tudunk másra támaszkodni, mint az orosz forrásokra, amelyek, ahogy a Feri is elmondta, hogy gyakorlatilag már többször bejelentették az ukrán hadseregnek a megsemmisítését, a légierőnek a teljes elpusztítását. Tehát nem lehet pontosan tudni, miről van szó. Egy pár ilyen mutatószámunk van csak, például a kárpátaljai 128-as hegyi dandárnak eddig hetente 1-2-3 ember vesztesége volt, most egy nap alatt 6 halottat jelentettek be. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon súlyos harcok folynak a környéken, de ha már a 128-as dandárról beszélünk, ugye ez a dandár eddig Zaporizsia környékére volt telepítve, és most hirtelen a veszteségek a déli fronton való bevetéssel, vagy a déli fronton való bevetéssel hozzák összhangba, vagy párhuzamba. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt, hogy akár támadás zajlik Zaporizsia környékén is, vagy ez a dandár átcsoportásra került, az biztos, hogy a korábbiaknál sokkal nagyobb a csend. Mi azt mondták, hogy teljes mozgósítás van Ukrajnában, ez azt jelenti, hogy akkor most már az ország minden részéről viszik a katonaképes férfiakat? Ugye, amikor megindult a konfliktus, akkor Ukrajnának 200 000 fő, azt hiszem a military balance szerint egész pontosan 196 000 fős hadereje volt, és kb. 700 000 kiképzett tartalékosa. Ezeknek a döntő többségét Ukrajna már mozgósította. Kellett is, hiszen ugye folyamatosan azért igen jelentős veszteségeket szenvedett el az ukrán haderő is, az orosz is, ugye általában a támadó félnek nagyobbak a veszteségei. Oroszország pedig nem mozgósít. Ugye ez orosz részre ez még mindig úgymond különleges katonai művelet, egyre különlegesebb. Tehát gyakorlatilag, amikor egy 200 000 fős haderővel támadok, az háború. Ezért az ukránok erőfölényben vannak létszámban. Valóban az oroszok különösen a tüzérség terén, meg a levegőben vannak fölényben, és ugye ami most a legfrissebb ír, hogy egyre több drónt használnak meg. Én valószínűleg az Iránból vásárolt technika érkezett meg, ami egyébként szerintem önmagában is vérciki, hogy Oroszország Iránból kénytelen drónokat vásárolni, mert a saját maga ezeket nem tudja előállítani. Gyakorlatilag az ukrán félnél az látszik, és a hírek alapján már a hajadon nőket is behívják októbertől eleinte csak fegyvertelen és kisegítő feladatokra. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos fordulópont, ugyanis amikor a II. Világháború végén a náci Németország behívta a 16-60 éves férfiakat, akkor már többen szembefordultak a vezetéssel, azt mondta, hogy kifosztják a bölcsőt és a sírt, valamint kockára teszik az ország jövőjét. Tehát ez a kérdés merül föl, hogy meddig érdemes és meddig lehet elmenni egy ilyen háborúban, amíg a NATO vagy az Egyesült Államok nem áll Ukrajna mögé egyetlen teljes erejével nyilvánvalóan, addig egyetlen egy kifolyása lehetséges. És meglepő az, hogy ezt a média fokozatosan és folyamatosan elhallgatja, hogy az erőviszonyok kiegyensúlyozatlansága miatt még akkor is, ahogy a Feri mondta, gyakorlatilag nem mozgósította Oroszország a fegyveres erejét, még így is a felszerelés, ami jelenleg döntő fontosságú fölény miatt és a kapacitások fölénye miatt gyakorlatilag ez egy eldöntött küzdelem, úgyhogy becsülendő és tisztelendő az ukrán katonáknak a helytállása, és gyakorlatilag halált megvető bátorsággal, kreatívan és minden szempontból jól harcolnak, azonban a politikai vezetésnek az elvakultságát egyszerűen nem lehet érteni.
Itt azért csak csendben teszem hozzá, hogy tegyük le a fegyvert, szálljanak meg minket az oroszok, írtsák ki a vezetést, deportálják a lakosságot keletre. Ha megnézzük, mi történik a megszállt területeken, az sem opció. Majdnem 2 millió ukránt hurcoltak be a birodalomba, 1,5 millió gyereket szakítottak el a családjától, 100 000 szám ölik, vagy legalább 10 000 szám ölik a civileket. Ugye nincsenek adatok Mariupolról és a többi elfoglalt településről. Tegyék le ezek előtt a fegyvert. Akkor is megszűnik Ukrajna. Tehát Ukrajnának nem nagyon van opciója. Tehát ha megadják magukat az oroszoknak, ezektől várjanak kegyelmet. Ez egy népirtó birodalom. A saját csecsen kisebbségét gyakorlatilag szanaszély előtte egy eldöntött konfliktusban Groznit 2-szer bombázták porrá az oroszok. Tehát nem lehet az oroszokkal egyezkedni. Ez nagyon jó, hogy felhoz a csecsenföldet, mert Kadirovot és az embereit, a Kadirov cikat senki se hajtja a frontra. Tehát gyakorlatilag csecsenföld újjáépítése a valóban a kétszeri, tegyük hozzá, lázadással felérő ellenállás után egy nagyon jó példa arra, hogy mire képes és mit tud megvalósítani a jelenlegi orosz vezetés. Nyilván nem egy opció az, amiket felsorolta, és nyilván nagyon sok olyan mondjuk így atrocitás és háborús bűn követett el az orosz fél, amelyre nincs magyarázat, de gyakorlatilag csecsenföld például mutatja azt, hogy ha csak nem történik valami drasztikus változás, ugyanaz a forgatókönyv fog bekövetkezni. Tehát én úgy gondolom, hogy az ellenállásnak megvan az ideje. Az ukrán fél gyakorlatilag az összes létező eszközét felhasználta és a becsületre méltóan harcolt. Én inkább a nyugatnak a felelősséget vetem föl, hogy ha ez ekkora probléma, hogy ezt bemutatod, akkor miért nem állnak mögé? Tehát én nem hagynék a közvetlen környezetem egy bizonyított és minden szempontból gyakorlatilag helytálló és megvalósított népirtást végigmenni. Ha pedig nem tudunk vagy nem akarunk közbelépni, akkor miért nyújtjuk el a szenvedést? Ugye valaki kimutatta, hogy Görgei Artúr 30 000 főnyi magyar sereg élén tette el a fegyvert Világosnál. Ennek a 30 000 embernek az első második világháború pusztítása, a területi megcsonkítások ellenére 800 000 leszármazottja él. Én úgy gondolom, hogy egy nemzetnek a túlélése, a jövője fontosabb, mint a hosszú ellenállás. Ott van a mi példánk, hogy ott van a szerbek példája, mi csak 150 évig voltunk török megszállás alatt, a szerbek 500 évig, de megmaradtak. Most az, hogy feláldozni magunkat valami nemes eszme érdekében és megszüntetni a nemzetnek egyáltalán a túlélésnek a lehetőségét, én ezt öngyilkosságnak tartom, és nem racionális gondolkodásnak. Ebben alig, ha nem értünk egyet. Tehát a lengyelek miért védekeztek a náci Németország ellen? Miért folytattak ellenállást a Szovjetunió ellen? Volt katyin, volt minden. Tehát ne vitassuk már egy nemzettől azt a jogát, hogy a túlélésé harcoljon. Erről szó sincs. Én úgy gondolom, hogy a fegyveres szervezett ellenállást addig érdemes folytatni, amíg reális esély van a győzelemre. Abban a győzelem az ott kezdődik, hogy a felek leülnek tárgyalni. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért nem folytatódtak az áprilisban megkezdett béketárgyalások. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Putyin nem nyert eléggé. Tessék? Oroszország még nem nyert eléggé. Nyilván Ukrajna sem feltétlenül akart megegyezni, de ugye ezt a háborút Putyin kezdte, ő fogja megmondani, mikor ezt nyert. Ez teljes. Tehát Oroszország folyamatosan változtatja a stratégiai céljait, bármikor mondhatja azt az orosz vezetés, hogy elértem, amit akartam, nyertünk. Ezt honnan tudod, hogy változtatja a stratégiát? Nem is tudjuk a stratégiai céljait. Elhangzott a homályos... Nácitlanítás, Fekete-tengeri partvidék, Donyec-Luhanszk elfoglalása. Most már nem elég az, hogy Ukrajna bevállalta, hogy nem lép be a NATO-ba, Medvegyev most mondta, hogy ez már nem elég. Tehát mindig vannak valóban egy teljes stratégiai célt, sosem mondott meg, de mindig voltak ilyen megfoghatatlan dolgok, mint nácitlanítjuk Ukrajnát, ami azért vicces, mert ugye Zelenszkij félig zsidó, félig orosz, tehát echte náci ebből. Ugye Lavrov száján kiszaladt, hogy Hitler zsidó volt, tehát ugye ezzel ez sok-sok barátot gyűjtött Izraelben. Tehát az oroszok akkor nyernek, amikor Putyin azt mondta, hogy nyernek. Ebben teljesen egyet értünk. Nyilván a nácitlanítás az egy politikai szlózunk volt, egy olyan valamilyen ilyen szlogen, amit meg kellett valósítani. Az összes többi olyan területen lehetett volna megállapodásra törekedni, és úgy gondolom, egy felelős vezető az nem áldozza föl a népét, vagy nem teszi tönkre az országát nehezen megfogalmazható célokért. Nyilván azok a területek, ahol elméletek ukránok élnek, de gyakorlatilag etnikailag és nyelvükben is oroszok, azok vajon milyen szinten lelkesek azért, hogy az orosz, az amúgy sem magas orosz átlag színvonalhoz képest is rosszabbul éltek. Tehát tény az, hogy mondjuk nyilván fegyveresen nem szálltak szembe, kivéve 2014 után az ukrán fennhatósággal, de azért Ukrajna is egy olyan sok nemzetiségű birodalom volt, mint amilyen annó az osztrák-magyar monarchia, vagy éppen a magyar királyság 18 előtt.
Ez nem vita tárgya, viszont a bevonuló orosz csapatokat orosz nyelven fasisztázzák le az első hetekben, és amit azóta az oroszok művelnek, nem nő a népszerűségük. Ezt teljesen be tudom képzelni, hogy háború sosem hoz népszerűséget, egy olyan környezetbe, ahol a megszokott szolgáltatások sem működnek, az semmiképpen nem hoz hosszabb távon, vagy rövidebb, nem semmiképpen nem hoz rövid távon népszerűséget az adott hatalomnak, vagy az adott országnak, amelyik megtámadott. Előbb-utóbb mindenki belejúszik az elkerülhetetlenbe. Engem igazából az zavar, hogy nagyon komoly szólamok voltak a nyugat részre, és itt inkább a nyugat felelősségét vetném fel, mint az ukrán vezetését, arról, hogy Ukrajnát minden körülményként meg fogjuk védeni. Ehhez képest az ígéretek, a csordogáló fegyverek, az mind-mind arról szólnak, hogy hát inkább harcoljatok csak az oroszokkal, meg segítgetünk, de mondjuk egy tényleges konfrontációt, egy tényleges konfliktust, valóban egy atomhatalomról beszélünk, de hát a nyugatnak is vannak atomfegyverei, tehát akkor miért hiányzik a bátorság, hogy belálljanak ebbe keményen? Már a Moszkvának 6000 atomtöltete van, és Putyin is, meg Medvegyev is, meg többen elmondták, hogy ezt hajlandók bevetni is. Tehát nyilvánvaló, itt működik szerencsére egyébként a kölcsönösen biztosított elrettentés, mert semmi jó nem sülne ki egy NATO-Oroszország konfliktusból, tehát hát ez teljesen evidens. Nyilván miért segít a nyugat? Most oroszok foglalják el Ukrajnát, jó, mi a garancia arra, hogy Putyin ott megáll? Semmi. Valószínűleg menne tovább Moldva felé, ugye ott a Transznisztria köztársaság, menne tovább Grúziába, tehát Putyin deklarálta, hogy ő újra akarja építeni a nagy orosz birodalmat. Tehát ez többször, többféle formában elmondta, ugye előbb úgy belül a történész is, amiben elmagyarázta, hogy nincsenek is ukránok, és a többi. Tehát ha elengedik Ukrajna kezét a nyugatiak, akkor mi a garancia, hogy Oroszország meg semmi? Oké, de a világ az mindig is úgy működött, hogy voltak befolyási övezetek. Tehát a Monroe elvet a hivatalosan a mai napig nem vonták vissza, és egy kicsit az átlagnál több szemöldök emelkedett föl, amikor a bejelentették a kínai és az orosz részvédet egy venezuelai hadgyakorlaton. Nyilván ezek nagyon jelképes részletek, egy pár tíz főről van szó, mesterlövészekről, tehát igazából nem volt komoly művelet, de maga a tény, hogy ez megtörtént, már egy érdekes kérdéseket vett föl, tehát nyilván nem szabad hagyni, hogy a kis államokat eltiporják, de akkor hol van a határ, amit meghozunk? Tehát engem az a fajta álszentség, vagy következetlenség nevezzük, amit a nyugat folyamatosan űz a ZENSZ felhatalmazás nélküli beavatkozások vagy egyéb területeken, az itt most visszaütött. Tehát itt most az ukrán nép fizeti meg annak a kárát, meg a nyugat hitelessége, hogy nem tudták azt mondani, hogy vagy mögétek állunk teljes kakóval, és akkor egy lépés sem engedünk, vagy nem. Ugye figyelembe kell venni, és ez, amiről beszélünk, hogy attól, hogy valaki egy atomhatalomnak a vörös vonalait nem veszi figyelembe, attól nem megfontolt lesz, hanem épp ellenkezőleg. Tehát Putyin többször elmondta azt, hogy Ukrajnában a túlzott nyugati befolyás, mert nyilván mindig is volt valamilyen mértékű nyugati befolyás, az egy vörös vonal a számára. Ugye 2014-ben sem az volt a lényeg, hogy kvázi elkergették az aktuális elnököt, hanem hogy utána rögtön föl is mondták, vagy fel akarták mondani a Krím-félszigeten található orosz bázisoknak a létesítéséről szóló szerződést. Tehát, hogy itt egy csomó olyan lépés van, ami egy az egyben közelebb és közelebb vitt minket, és már az amerikai elemzők között is megjelentek azok a racionálisok, akik azt mondták, hogy nagyon szép, hogy van egy erkölcsi kötelességünk, de egyrészt mekkorárat vagyunk hajlandók megfizetni érte, másrészt meg van egy tagadhatatlan felelősségünk az egész történetbe. Tehát hagyjuk a diktátorokat terjeszkedni. Nem hagyjuk a diktátorokat. A diktátorok, azt hiszem, erőt kell felmutatni. Erre lett volna azt mondani, én a nyugati vezető lettem valami Egyesült Államok elnök, azt mondom 2014-ben, hogy amit elvetettek, az nem tudunk mit csinálni, mert visszafoglani egy atomhatalomtól nem lett területeket, de innentől kezdve akkor a megmaradt ukrán területekre vonatkozik a NATO-nak, vagy beléptetjük a NATO-ba, vagy egyszerűen egy huszárvágással egy biztonsági, egy védelmi megalapodást kötünk, amiben atomgaranciát biztosítunk arra, hogy Ukrajna területét támadás érje, akkor a NATO teljes erejével mögé áll. Ezt mi nem lehetett megcsinálni? Hát egyébként leginkább például a németek ellenállása miatt. Ugye Németországnak volt egy nagyon gyümölcsöző energetika együttműködése a Oroszországi Föderációval, aminek most isszák meg a levét, hogy akadozik a földgázszállítás, az olcsó orosz energia pörgette a német ipart. Tehát nyilván nem biztos, hogy az amerikaiak is akarták, de a németek meg a franciák biztos, hogy megakadály. Arról is beszélve egyébként, hogy ugye a NATO meg az EU mondjuk úgy kritériumoknak Ukrajna sem akkor sem most nem felelt meg. Tehát így van, lehet mondani, persze az ukránok korruptak, rosszul működő ország, de azért én inkább velük szimpatizálok, mint az oroszokkal. Tehát Oroszország egy csúnya népírtó birodalom, ami a régi szép csúnya népírtó hagyományait viszi tovább. Pont.
Tehát ez nyilván ebben nem fogunk egyetérteni. Ezzel nem lehet vitatkozni, de a tényekkel nem is vitatkozni. Itt sokkal inkább az a fajta megközelítés, hogy a realitásnak, hol, hogy a reális értékeknek, a reális érdekeknek húzzuk meg a határát, hiszen valamikor, valahogy meg kell állítani azt, hogy tovább jönnek egyértelmű. Tehát igazából a mi szempontunkból is, hogy a Litvánia is pont Königsberg kapcsolat, Kaliningrád kapcsán pontosan azt teszteget, hogy a NATO mire hajlandó az érdekében. Tehát nem arról volt szó, hogy nem akarták átengedni a szállítmányokat egyértelmű civil cél a Kaliningrádba, hanem arról volt szó, hogy a NATO meg tudja, hogy meg akarja őket védeni, hiszen ők is attól tartanak, hogyha Ukrajna esik, akkor rajtuk van a sor. Csak úgy gondolom, hogy egy agresszor az csak az erőből ért. Na most, hogyha nem mutatunk fel erőt, akkor meg ne legyünk meglepődve, hogy jönnek a következmények. Na jó, de hát erőt mutattak fel. Mivel? Például az ukránokon keresztül. Belegondolsz, az amerikaiak tavaly nyár óta mondják, hogy Moszkva háborúra készül. Ipari mennyiségű fegyver érkezett Ukrajnába, zömmel könnyű páncéltörő fegyver, várra indítható légvédelmi rakéta, amivel egyébként meg is fogták az orosz támadást. Ez így van. Tehát igazából nem tisztességes, amit a nyugat csinál, abban egyetértünk, mert jelen pillanatban a nyugat elsősorban a saját érdekeit nézi, minden egyes kilőtt orosz haditechnika, minden egyes megsemmisült orosz eszköz, meghalt, megnyomorodott katona, az a nyugatnak jó. Teszem hozzá, Kínának még jobb. Tehát Oroszország kőkeményen harcol a nyugat ellen, és közben Kína vazallusává válik. Tetszik, nem tetszik. És én Moszkva helyében sokkal jobban félnék Kínától, mint a nyugattól. De akkor ezzel fölrúgják Kissingernek az életművét, és lényegében összehozzák azt a szövetséget, amit Európában meg akartak kínálni, csak mondjuk ebben az esetben Oroszország nem a nagyobbik partner lesz, mint Európa, és hanem a kisebbik, de attól függetlenül a nyersanyag az össze fog kötődni, vagy össze is kötődött már egy olyan felhasználói bázisról, amiről nem tudunk mit csinálni. Hát kérdés az, hogy ők hosszabb ideig együtt tudnak-e működni, mert azért vannak ott problémák. Bocsánat, igen, kicsit nem, nyugodtan, nagyon jó, hogy így az érvek ütköznek, és van egy kis vita illata is ennek a beszélgetésnek, de akkor hadd kérdezzem meg, ha már ideig eljutottunk, hogy Amerikának a szerepét hogyan értékelik. Elhangzott az, hogy az amerikaiak már tudták, sejtették előre, hogy lesz egy ilyen háború, hogy Oroszország háborúra készül. Lett volna a kezükben olyan eszköz, amivel ezt meg lehet akadályozni? Tárgyalás, diplomácia, bármi ilyesmi, és hol lett ez a lehetőség elszalasztva? Bocsánat, hagyj válaszolni, én először, mert elfelejtettem reagálni az előbb, amit mondtál. Az Egyesült Államok onnan tudta, hogy lesz háború, hogy az összes vörös vonát átlépte Putyinnak. Én azt szoktam mondani, nem kell szeretni Putyint, igazából mi magyarok az elmúlt 140 évben 6-szor, vagy 5-ször harcoltunk velük, ugye 48-49, első világháború, tanácsköztársaság, második világháború 56. Tehát semmilyen érzelmi kötődésünk nincs, és nem is lehet az irányukba. Egész egyszerűen a realitások talaján állva mondja azt az ember, hogy egy atomhatalmat, ahogy a Feri is mondta, aminek 6000 darab atomtöltete van, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát azt mondja egy vele szomszédos országra, hogy nem, akkor az szerintem a legnagyobb fokú, mondjuk így őrület vagy bolondság figyelmen kívül hagyni. Az Egyesült Államok szerepe ott látszik, kristálytisztán, közvetett bizonyíték semmire nincs. De közvetlen bizonyítékunk van, ugyanis a Minszki megállapodás kihagyta az Egyesült Államokat. Tehát német, francia, illetve orosz-ukrán felek szerepeltek benne, és ez se az egyes, se a kettes megállapodás nem működött. Egész egyszerűen azért, mert az Egyesült Államok, hogy mondjuk az angol száz hatalmak, hiszen Boris Johnson is többször járt Kijevbe, igen érdekes időpontokba, olyan befolyást építettek ki Ukrajnába, ami gyakorlatilag megkerülhetetlenítette őket. Tehát ezen a területen egyértelmű a felelősség, hogy ez reálisan, vagy nominálisan mekkora, azt nem tudom megmondani. Hát ugye Putyin azt is elmondta, hogy mi hogy hajlandó leállni, hogy 97-es állapotot állítsa helyre Európa. Lefordítom, Magyarország is lépjen ki a NATO-ból, a baltiak lépjenek ki a NATO-ból. Most nyilván azért ez elképzelhetetlen lett volna. Ugye gyakorlatilag ezzel az eléggé offenzív politikával sikeresen elérte, hogy az a Finnország, ami 45 óta semleges, és az a Svédország, ami 1813 óta semleges, bemasírozott a NATO-ba. Tehát Bálint elmondta, hogy persze nagyhatalom figyelembe kell venni, fordítsuk meg. Egy 40 milliós népnek miért mondja meg a szomszédja, hogy mit csináljon? 10 milliósnak, nem a méretről szól, elméletileg. De oké, tehát, hogy elvileg ugye a nemzetközi rendszerben minden állam egyforma, persze gyakorlatilag ugye tudjuk, minden állat egyenlő, kivéve az egyenlőbbeket, ugye,
Orwell, de akkor is. Tehát itt alapvetően az reálpolitikája szemben a nemzetközi joggal, meg a nemzetközi kapcsolatok elméletével. Tehát ha Ukrajna úgy látta, és tegyük hozzá, hogy gazdaságilag, ugye 14-ben fordult a dolog, mert 14-ig az ukrán gazdaság az oroszhoz volt bekötve. Nagyon sok ukrán szakember, elemző mondta, hogy 14-ben megúzták, még több orosz mondta azt, hogy 14-ben kellett volna végigvinni a dolgot. Nem hagyni Ukrajnának 8 évet, igen, hogy felkészüljön. Még az elmúlt 8 évben a teljes ukrán gazdaság átállt keleti piacokról, az orosz szabványról nyugatra. Ennek több oka is volt, az egyik az, hogy maga Putyin meg az orosz elit próbálta gazdaságilag megroppantani Ukrajnát, tehát gyakorlatilag az oroszok lökték gazdaságilag bele Ukrajnát a nyugathoz nagyon sok területen, tehát ott ők is hibáztak. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy Ukrajna sokkal több minden nyerhet a nyugattól. Kezdve azzal, hogy ha egybeadom az úgynevezett nyugatnak a bruttó nemzeti össztermékét, akkor több mint 40 ezer milliárd dollárról beszélünk, Oroszország esetében 4 ezer milliárd dollárról. Tehát befektetéseket, fejlesztési pénzeket, és az meg nem megy ingyen. Tehát ugye Oroszországnak azért kellett katonai erővel most támadni, mert gazdaságilag elveszítette Ukrajnát, kulturálisan is elveszítette Ukrajnát. Nem, hogy az ukrán fiatalok nem járnak orosz egyetemekre, a gazdag meg tehetséges orosz fiatalok sem orosz egyetemekre járnak. Ezt nagyon jól mondod, ezt a mérket megtámadni, ez, erről is nagyon élénk diskurzus folyik, hogy mi volt a támadás oka. Én például Zelenszkij elnöknek a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon elmondott beszédét tartom annak, amely kijelentette, hogy nincs értelme a budapesti megállapodásnak, és Ukrajna, ha akar, atomfegyvere is tehet szert. Kicsit visszatérve még egyébként a nemzetközi jogra, meg a nemzetközi kapcsolatokra. A nemzetközi jogban van egy ilyen kitétel, hogy minden egyes nemzetközi bírósági döntés csak akkor érvényes, ha a bíróság igazat adott az egyik félnek, és ki tudja kényszeríteni az akaratát. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki nem tudja kikényszeríteni az akaratát, az egész nemzetközi jognak a rendszere borul föl. Tehát ez a nemzetközi jogra, a nemzetközi kapcsolatokra, vagy mondjuk ugye a szabályalapú nemzetközi rendszerre való hivatkozni, ez pontosan olyan üres szólam egy ilyen típusú összecsapásban, mint amikor a vállóperben azt bizonyogatják a felek, hogy négy szem köz kinek volt igaza. Tehát egész egyszerűen az tény, hogy az ukrán gazdaságnak, az ukrán elitnek minden szempontból jobb volt a nyugathoz való közeledés, vagy nyugathoz való csatlakozás. Ettől függetlenül én úgy gondolom, és ez az, amit nagyon fontos lenne tisztába tenni egyszer és mindenkorra, hogy mi az a hozzáállás, amit a nemzetközi kapcsolatokban meg lehet engedni, mi az a nyomásgyakorlás, mik azok az eszközök, amik bevetnek és nem bevetnek számítanak, és akkor tisztább lenne a rendszer. Így viszont most ütközik két eszme, sajnos a gyakorlatban, háborúban is megütközik ez a két elmélet, és egyelőre mondjuk úgy, hogy mi nyugat nem állunk jobban. Nyilván nem. Ugyanakkor erre szoktam azt mondani, hogy az orosz milliárdosok, amik tehették, ők se otthonra jártak nyaralni. Ez teljes mértékben így. Tehát, hogyha lehet választani, akkor az ember inkább nyugaton élne, mint keleten. Igen, csak az, mindig ez, lehet-e választani? Tehát most az orosz milliárdosok már nem mehetnek nyugatra. Mert a legtöbb milliárdos tiltó listán van, nem is nyugatra fogom menni, mert elmennek majd Dubajba, vagy ahova hírek szerint mentek, meg elmennek majd Kínába is, vannak gyönyörű részek, meg Indiába, meg fölfedezik a világ azon részeit, ahol az amerikai akár igazságszolgáltatás nem ér el utánuk. Tehát, hogy ez itt nagyon sokszor egy erkölcsi, vagy egy érzelmi döntésként van beállítva, csak az a baj, hogy a nemzetközi kapcsolatokban erről szó sincs. Tehát nincs, itt nincs, de ugye az a érdekek is az erő számít. Igen, de ugye az oroszok most itt új szintet léptek, mert csak csendben teszem hozzá, hogy legalább ötször garantálták Ukrajna határait. 94-ben itt Budapesten azért cserébe, hogy 1000 atomtöltetet az ukránok ingyen bérment váltattak nekik. Tehát lefordítom magyarra, Oroszország egy általa javasolt nemzetközi szerződést WC-papírnak használt. Ez teljesen így van, csak ez akkor lenne teljesen igaz, ha nem történt volna ez meg számtalan esetben már máskor is, akár a hidegháború alatt, vagy a hidegháború után. Tehát van egy olyan fajta logikai rendszer, ami nem tetszik, és nem szép, és nem kedvező, de ettől függetlenül működik. És ugyanúgy az iraki beavatkozás az Egyesült Államoknak, vagy akár a líbiai beavatkozás a NATO-nak 2012-ben semmilyen olyan jogi alapot nem tudott felmutatni a különböző erkölcsi alapokon kívül, amire alapozva most nem mondhatnák azt az oroszok, és mondják is, hogy ők ezt megtehetik. Tehát
Ez egy olyan reálpolitikai láncolat, amiben minél hamarabb fölismerünk és fölébredünk rá, hogy ez így működik, annál hamarabb tudunk kiszállni belőle. Vagy legalábbis megakadályozni a tovább szaladását. Bocsánat, messze mentünk. Európa. Na, de nem baj, hogy ilyen jól körül van ez járva. Akkor beszéljünk egy picit Európáról is, hogy meddig bírja Európa ezt a nyomást, ugye itt az energiaválság küszöbén, vagy már behaladva az energiaválságba, látjuk a következményeit a háborúnak, a pénztárcánkon keresztül is érzékeljük ezt. Meddig fogja bírni Európa ezt? Nem az lesz ezeknek a szankcióknak a következménye, hogy Európa vérzik el először? Erről is vita szokott zajlani, azért dobom be újra akkor ezt a vita témát, hogy akkor tárgyaljuk meg ezt. Európának azért sok lába van. Tehát én nem temetném Európát, nagyon sokan nagyon régóta temetik. A szankciók nem működnek, szankciók működnek. Tehát amikor arról jönnek a hírek, hogy az oroszok már okos tévéket, tabletteket, meg raktárakat fosztanak ki, hogy legyen chip a haditechnikájukba. Az más kérdés, nyilván az orosz lakosság, rendes tisztességes diktatúra sokkal jobban tud szenvedni szokszó nélkül, mint az európai. Az orosz államnak az érzékenysége a saját lakossága szenvedésére hagyományosan zéró közelében van. Tehát nyilván Putyin nem fogja meghatni, hogy nélkülözik az orosz nép. Európa nyilván nem jó, hogy nem jön olcsó orosz energiahordozó, de ugye új forrásokat nyitottak meg, vesznek cseh folyós földgázt. Egy érdekes mellékszál, hogy az amerikaiak és a venezuelaiak kapcsolata látványosan javulni kezdett. Tehát valószínűleg az Egyesült Államok egy csomó pénzt bele fog önteni Venezuelába, felpörgetik az ottani kőolaj és földgáz kitermelést, ugye Venezuela a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik. És ha a venezuelit rájön arra, hogy sokkal több pénz van az Amerika barátságban, mint az orosz barátságban, hogy Oroszország nem tud Venezuelától kőolajat meg földgázt venni, mert és azt ad el. Tehát a nyugatnak nem jött jól, főleg ugye nagyon nem jött jól a Nyugat-Európának. Klasszikusan nem a németeknek, akik egyébként nekifutásból rúgták fenékbe saját magukat a nukleáris energia felszámolásával, mert ugye a Fukushima után, 11 után tömegével leállított atomerővek most nagyon hiányoznak, de a nyugat ezt meg fogja oldani. Lehet, hogy ez az idei tél, ez karcsú lesz. Vélhetőleg nem lesz a meleg a lakásokban. Csendben teszem hozzá, aki volt Nyugat-Európában, vagy Németországban, az tudja, hogy a németek amúgy is olyan 19 fokra fűtik a lakást. A briteknél csomó olyan fűtés sincs. Tehát ez olyan dél-európai, meg közép-európai dolog 24-25 fokra fűteni a lakást, majd mi is megtanuljuk, hogy nem szabad ennyire fűteni. Bocsánat, mi az, hogy nem szabad? Hát, nem szabad, fölösleges, fölösleges kifűtő, drága. Tehát az a jog. Most már megfizethetetlen, drága lesz. Hát, tisztában vagyok vele. Tehát ez van. Jönnek az alternatívok, ugye az osztrákok mondták, hogy ők nagyon nem díjazzák ezt az összekapcsolni a földgázárát a villanyára, mert ők zömmel vizerőművől csinálják, és a többi, és a többi. Tehát én nem gondolnám, hogy a nyugat letérdel, nem teheti. Tehát innentől kezdve Európa is, Oroszország is benn van egy olyan alagútban, mind a két fél előre akar kijönni, úgyhogy jönnek szembe. De Oroszország, én nem gondolnám, hogy jobb helyzetben van, mert ő csak fegyvert tud eladni, meg energiahordozókat. A fegyvereit most árasztja be az orosz-ukrán háború. Jóval kevesebb fegyvert vesznek tőle, mert az orosz fegyvert nyugati elektronikával összelopta Kína. Tehát a kínai fegyverek ugyanazt tudják, mint az oroszok, sőt többet, és olcsóbbak. Az energiahordozókat pedig jó, most magas az ár, de pont most számolja fel a nyugat az orosz függés jelentős részét. Kinek fogja eladni? Mekkora áron számolja föl? Kínának? Mekkora áron számolja föl? Most az hogy egy tiránát meg fogunk fagyni. Tehát de ez nem tudjuk. Hát jó, oké, ha olyan tudjuk. Lesz az időjárás, a globális felmelegedés, vagy a globális ha olyan lesz, mint a tavalyi tél, akkor nem valószínű, hogy tragédia. Hát tavaly hányszor volt igazán hideg? Úgy nem nagyon volt, attól függően fűteni kellett. Persze. Tehát a tavalyi egyenleghez képest is hiányzik 150 milliárd köbméter gáz. És én ezért nem értem azt a bátorságát a nyugati vezetésnek, és nem is az Egyesült Államokról beszélünk, hanem Európáról is, mondta a németek konkrétan öngyilkos politikát folytatnak. Tehát a számok
és a feltételek, azok nem könnyen megváltoztatottak. Ugyanúgy, hogy az oroszokat köti az, hogy felénk van a kiépítve a gázvezetéken, és nem Kína felé, ugyanúgy ez minket is köt. Tehát gyakorlatilag 150 milliárd köbméter gázt nem lehet leakasztani bárhonnan, és hiába próbálkozott ész nélkül Katar, Kanada, mindenféle irányokba Ursula von der Leyen, egyre úgy tűnik, hogy erre nincs megoldás, mert nem is lehet rá megoldás. Tehát nyilván az LNG kapacitás föl lehet tuningolni, de egy LNG terminált sem 2 percet tart fölépíteni. Tehát a kényelemhez, a 24 fokhoz, vagy a melegebbekhez szokott éppen. Érdekes, mert a közép-európai, mert például Portugáliában sem nagyon van fűtés, ott szimpla ablakok vannak, Olaszországban is igazából csak az északi részeken van fűtés, de azokon a területeken, ahol nem lesznek energiaorzók, és tényleg akár fagyoskodás és holkeret, és ne felejtsük, hogy a földgázt azt nem csak energiaorzóként használják, hanem például a műtrágyának az alapanyaga. És Nyugat-Európa leálltotta a műtrágyagyártást, mert nincs földgáz. Tehát itt beindul egy energiaválság, az energiaválság gazdasági válságot, a gazdasági válság élelmiszerválságot fog hozni, és én nagyon szeretném osztani az optimizmusodat, mert nyilván nem szeretnék kevesebbet enni, és nem szeretnék fázni, de ez egy óriási öngól volt, és még mindig nem látszanak, és most már nagyon kéne, hogy látszódjon annak, hogy oké, a német gáztározók 82%-on vannak, jelentsen ez bármit. Ha van egy kis szerencsénk, akkor megúsztuk fagyoskodás nélkül. De ezek a szankciók, ezek nem kényszerítettek térdre olyan erőforrásban szegény országok, mint Kuba, vagy Észak-Korea, ahon 50-60-70 éve vannak szankciók érvényben. De hát Észak-Koreában népességnek majd a fele konstans éhezik. Ez a politikai hatalom és a fegyverkezés az atomfegyverek szempontjából teljesen mellékes. Tehát én nem találok abban megnyugvást, és nem érzem jobban magamat attól, hogy az oroszok rosszabbul élnek, és hogy nem lesz a ladába a légzsák, meg fedezeti komputer. Én azt szeretném, hogy egy olyan racionális vezetésünk legyen, aki igenis meghoz áldozatokat az elveinek az érdekébe, de olyan a világtörténelemben nem volt, hogy valaki segített egy felkelést, egy másik államtörténelem folyó harcot, és ő maga ment bele tönkre. Tehát eddig mindig is olyan vezetői voltak egy adott országnak, amivel lehetőségeik határáig támogatták az érdekeiket, az elveiket, de a létfenntartás az mindent felülírt, kivéve most. És ez a fajta rendkívül veszélyes ideológiai vakság, ez akár komolyabb problémákat is előrejelezhet. Tehát Európa most tökönlötte magát, hogy mennyire fog ez fájni, az a következő 2-3 hétben vagy 2-3 hónapban mindenképpen ki fog derülni. De engem inkább az van, hogy hosszatában nem tanulunk belőle. Az oroszoknak 2-2 és fél van rossz lesz. Tehát az Oroszországba irányuló export, vagy most hát import 30%-a azok gépek, tehát a gépgyártásban használatos gépek. Van egy címbarám, az Attila, az mindig azt mondja, az édesapja az esztergályos, hogy Oroszországban előbb-utóbb, és valószínűleg már most kifogytak a kemény fém eszterga kések, anélkül gyakorlatilag az egész ipar megáll. De előbb-utóbb könnyebb pótolni egy eszterga kést, mint a gázt a fűtésből, ráadásul úgy, hogy nem csak a fűtéshez, hanem a főzéshez is nagyon sokan gázt használnak. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott, nyilván meg kellett büntetni, és valamit lépni kellett az orosz agresszió miatt, ezt nem vitatja senki. De miért fáj nekünk jobban, mint a másnak? És ebbe az időbeni elnyúlás az ilyen szempontból mellékes, tehát lehet, hogy az oroszoknak 2-3 év múlva sokkal jobban fog fájni, mint nekünk most. De mi most egy akkora történelmi hibát követtünk el ezzel az embargóval, ezzel az agyatlanul átgondolatlan embargóval, amit egyébként röhögve kijátszik Kína, India, és azt kell mondjam, az Egyesült Államok is. Tehát ez a fajta lépés, ez egy olyan felháborító, ki nem kényszerített hiba, amit nem nagyon lehet megmagyarázni, bár nagyon megpróbáltat, hozzáteszem. Nem feltétlenül értünk egyet, mert amit most elmondasz, az nagyrészt az orosz propaganda. De mi propaganda? Lesz gázunk? Van 150 milliárd köbméter gázunk? Kell, biztos 150 milliárd köbméter gáz. Tavaly kellett? Tavaly kellett, mert akkor olcsó volt. De oké, akkor másképp kérdezem, ha elfogy a gáz, akkor ki lesz a hibás? Bocsánat, Magyarországon is vannak tervek. Csökken a gáz, akkor ott az olaj. Mi ugyan az orosz olajtól ugyanúgy függünk, mint az orosz földgáztól, de Európa nagy része tartályhajón olajat viszont be tud hozni. Bármikor persze. Tehát egy csomó minden... Hol vannak olajerőművek? Hol vannak a klasszikus hőerőművek? Hol vannak üzemben? Sehol? De hogy van. Környezetszennyezők voltak. De van egy csomó pakuraerőmű. Tehát Európában? Persze. Hát a finomítók mellett, ahogy ott van Szászhalombattán is egy kisebb erőmű, az üzemeket a földgázról, ahogy nálunk át lehet állítani, Nyugat-Európa nagy részében is át lehet állítani kőolajra. Ott is megvan az a kettősség. Ez egy kicsit künstleri optimizmusnak tűnik. Én nagyon bízom benne, hogy amikor legközelebb 2-3 hónap múlva beszélgetünk erről, akkor ugyanezt el fogod tudni mondani. Ha nem, akkor szóval fel kell készülni. Nyilván az időjárástól is függ, attól is függ, hogy lesz a megegyezés. Bármikor bekövetkezhet egyébként. Tehát akár egyébként úgy is, hogy megpucsolják Zelenszkit, kisebb valószínűleg, hogy megpucsolják Putyint, vagy az abszurdumra ülnek a felek tárgyalni.
amit te elmondasz, az a legrosszabb verzió. Hát az orosz propaganda, az eléggé, hogy mondjam, feláborító. Komolyan. Tehát miért az orosz propaganda? Volt szükség rá, vagy nem volt szükség rá? Ha szükség volt rá, akkor nem propaganda, az egy tény. Lehet, hogy rosszul esik, de az nem propaganda. Bocsánat, tehát az, hogy a szankciók nem működnek, meg a nyugat többet ártott magának vele, mint Oroszországnak. Jelenleg így néz ki? Ebben nagyon nem értünk egyet. Tehát... Oké, de mire? Eddig ez egy vélemény. Most akkor támaszd alá, légy szíves, hogy milyen hatásokat gyakorolt Oroszországra a szankció, aminek belátható időn belül, azaz mondjuk 6 hónapon belül hatása, érzékelhető hatása lesz. Mondj egy ilyet. Egyetlen egy ilyet mondja. Van pár millió munkanélküli. Mondtad, nulla a toleranciája a vezetésnek, nulla az emberek szemben. Jó, így van, csak az elégedett. Tehát a tolerancia nulla, de ugye az oroszoknál is időnként van lobbanáspont. Kérdés az, hogy éheznek. Ugye 1917-ben éhezés után jött a forradalom. 56-ban is ugye ugyanez volt, 1789-ben is éhezés volt. Várható éhezés Oroszországban szerinted? Hol lesz nagyobb esély éhezés? Oroszországban vagy Európában? Hát Európában biztos nem lesz éhezés. Miért? Megveszik valami a gabonát? Milyen gabonát? Hát ami egyébként az arra idén nem termettem, mert a száj volt. Tehát, mi megvesszük. Európa meg tudja venni. Afrika nem fogja tudni megvenni. Ha. Tehát éhezés lesz Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Európa meg... Tehát azt mondani, hogy az európai államokban éhezés lesz. Most az azért nagyon erős csúsztatás. Persze, hát, gabonahiány van, de Európára azért tételezzük már fel, hogy áll úgy anyagilag, hát hogy meg én úgy gondolom, venni. Hogy az éhezés lehet egy erős fogalom, de azt mondom, hogy ha fűtenem kell, vagy ennem kell, kérdésködőt kell választanom, akkor én ezt éhezésnek definiálom. Mert lassan nagyon sok ennél... Magas az infláció, magas az üzemanyag ára. Itt Magyarországon, Európában itt a legmagasabb az infláció. A hivatalos, vagy nem hivatalos a gondolsz? Most ezt nem tudom értelmezni. Elmegy az ember a boltba, minden héten más az áruk ára. Bármikor megyek el boltba, ugyanazokat veszem 500-al, 1000-rel, 1500-al, hétről hétre többet fizetek. Részben erre jön a magyar kormány, tehát, hogy Európában itt az egyik legmagasabb az infláció, tehát... De mi, ez már gazdaságban inkább nem menjünk bele, mert annyira nem értek hozzá, de úgy gondolom, az energiaorzók növekedése hat az inflációra. Mi más? Abszolút. Nem csak. Hát mi okoztuk az energia áremelkedést? Azt nem. De az, hogy bedőlt a forint szemben az összes környező valutával, abban a magyar kormánynak némi felelőssége van. Hát én amennyit tudok a valuta spekulációról, azért ezt a kérdés is bizonyos fenntartásokkal fogadnám, tényleg nem kell mindenkit fölmenteni. Messze vezet a dolog, de az, hogy nem jön az Európai Uniós pénz, az nagyon hiányzik a magyar gazdaságból, és ezek a gonosz spekulánsok viszik ki innen a pénzüket. Ez teljesen. Most igen, ez megint nem messze viszont, nem mind az Európai Uniós pénzt térünk vissza inkább Ukrajnához, ebből aztán megint lehet újabb frontokat nyitni. Jó, akkor visszatérve Ukrajnára, ugye ez egy ma reggeli friss hír, és nyilván nem sok mindent lehet majd elmondani róla, de magát, legalább a valóság tartalmáról, ha elmondanának valamit. Ugye azt lehetett olvasni, hogy ma reggel 5 órától egy ilyen két darab 60 fős diverzáns csoport a Kahovkai víztározó partján partra szállt, 3 kilométer a zaporizsjai atomerőműtől, és lövöldözés is zajlott itt. Most ez azért érdekes, mert úgy tudom, hogy ma mennek ellenőrizni az atomerőmű, tehát ez az ügynökségnek az ügynökei, és hogy nyilván ez egy provokáció lehet az ukránok részéről. Beszéljünk arról, hogy egyáltalán ez a zaporizsjai erőmű kinek fontos, miért ilyen, már igazából a háború kitörése óta halljuk ennek az erőműnek a nevét, benne van a hírekben, már mindannyian megtanultuk szépen kiejteni, tehát hogy kinek fontos ez miért, és hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy itt valóban ne történjen semmi olyan, amit nem szeretnénk. A klasszikus történet zaporizsjáról az, hogy az oroszok lövik. Na most az közismert, hogy az erőmű orosz kézen van. Tehát én, hogyha az én kezemben van egy erőmű, és kárt akarok okozni benne, akkor nem lövöm, hanem fölrobbantok ezt-azt. Tehát a formális logikával egy az egybe ellent megy, és szembe megy az állítás, hogy az oroszok lövik. Nyilván az ukránok sem az erőművet szeretnék eltalálni, hanem azt akarják megakadályozni, hogy az orosz fél átkösse a saját energiarendszerére ezt az erőművet. Ugye amire folynak munkálatok, ugye egy atomerőművet nem lehet csak úgy leálltam, vagy beindítani, mint egy motor, tehát annak egy bizonyos teljesítményen dolgoznia kell, és ezt az áramot el kell vezetni valahova. Ezért van az, hogy a konfliktus kirobbanása óta ez az erőmű az ukrán energiarendszerbe táplálta be az áramot, akármilyen vicces és abszurd is ez a helyzet.
Ugye ez most megváltozó félben van, és ezt igyekeztek az ukránok minden eszközzel megváltoztatni. Ugye nyilván ebben egy lépés az, hogy a diverzáns alakulat pont azon napon száll partra, amikor, vagy jelenik meg, amikor az ellenőrök, vagy az energiabizottságnak a tagjai megérkeznek, de ez megint csak az én szem felfogásomban, mert mindjárt meghallom, hogy egy orosz propaganda ez is, kétségbeesést jelent, hiszen ez egy öngyilkos küldetés. Tehát kamikázékat nem akkor küldök, amikor nagyon jól mennek a dolgok, hanem amikor rosszul mennek. Tehát nyilván egy jól védett erőműben, akármilyen jól képzett 32-30 fős alakulatról van szó egyébként a hírek szerint, tehát összesen 60 főről, az nem fog jelentős sikert elérni. Tehát nyilván zavar tud okozni, meg tud akadályozni bizonyos folyamatokat, de tartós eredményt ekkora erőtől nem nagyon lehet elvárni. Hogy mi lesz az eredménye, az közeli napokban fog kiderülni, nyilván a jelentéstevők megteszik a jelentésüket, és utána látjuk majd, hogy mi lett az eredménye, de ez is inkább egy figyelmelterésnek és káoszkeltésnek tűnik, mint egy tényleges katonai műveletnek. Ugye ez Európa legnagyobb atomerő, a zaporizsiai 6 darab 1000 megawattos blokkja van. Ukrajna elektromos energia termelésének egy jelentős részét békeidőben ez. Hát ugye a Paksnak 4 blokkja van, és hát eredetileg 400 megawattosak voltak, most azt hiszem olyan 500 valány megawatt a teljesítményük, tehát ez gyakorlatilag a paksi atomerőnek körülbelül a háromszorosa. Ez az erőmű. Nagyon hamar megszerezték az orosz csapatok, ugye ez az egyik ilyen előretörés irányban volt, ugye aki még emlékszik rá, a helyi dolgozók szó szerint a testükkel védték, amíg az oroszok el nem nyomták az ellenállást. Valóban muszáj legalább egy-két blokknak üzemelni, ugyanis az erőműveket folyamatosan hűteni kell, a hűtővizet megkeringetni. Véletőleg valóban az ukránok is lőtték az erőművet, nagyon egyszerűbbből kifolyólag az oroszok egy csomó nehéz technikát ott állomásoztatnak. Tehát az orosz önjáró tüzérség, ugye oda úgy se lőnek vissza felkiáltásra, az erőmű területéről lövi az ukránokat. Ez egy gyönyörű nukleáris védőpajzs, nyilván nem szívesen lőnek oda-vissza az ukránok. Hát ez a diverzáns akció, ez ugye ilyen különleges műveleti akció már több is volt. Nyilván az időzítése nem véletlen, ugye került ilyenre sor orosz területen is, tehát robbantak fel üzemanyagraktárak, lőszerraktárak orosz területen is. Repülőterek is, ugye érte támadás egyébként a Krimben lévő légibázisokat is. Ez valószínűleg egyébként inkább illeszkedik a most megindult Herson elleni ellentámadáshoz, mint a most az erőmű belsejük nem volt eljutni ezt ő szerint. Tehát ez egy ilyen erő lekötő dolog, valóban kicsit öngyilkos akció, ami egyébként meg inkább azt jelzi, hogy az ukrán katonák egy része azért még mindig motivált. Meglátjuk. Ugye az ukránok csöpögtetik a híreket, nagyon vigyáznak a műveleti biztonságra. Ami kijön, abban sem bízom meg, az oroszban még kevésbé. Úgyhogy a végén még az is ki fog derülni, hogy nem is történt semmi. Tehát ez is benne van, bár kevésbé valószínű opció. Tehát ez az a háború egyébként, ahol szinte mindent tudunk, viszont mindent többféleképpen tudunk. Tehát az igazságot biztos nem tudjuk. És az a baj egyébként, hogy soha nem is fogjuk megtudni egy csomó esetben az igazságot. Azt nem lehet megakadályozni, hogy e körül az atomű, erőmű körül bármilyen harci cselekmény zajlódjon, hiszen ez úgymond közérdek, hát a régiónak is az érdeke lenne, nem? Tehát nincs ilyen szervezet, ami azt mondja, hogy na itt nem, a többi helyen próbáljátok megelintézni a dolgotokat. Hát visszautalnék a nemzetközi joggal kapcsolatban tett kijelentésem, hogy ezt ki is kéne tudni kényszeríteni. Tehát felszólítások, felhívások lehetnek, ugye az ENSZ főtitkár Kijevben is felszólította a feleket, hogy tartózkodjanak a harcselekményekről az erőmű környékén, de nyilván, ahogy a maga a tény, hogy atomerőművi blokkok vannak a környéken, az jelentős erőnyt jelent a birtokon belül lévő félnek, ugye ezt maximálisan ki is fogja használni. Engem inkább az lepett meg ebben a háborúban, hogy amennyire egyik oldalról totális, a másik oldalról annyira bizonyos dolgok működnek benne. Tehát ugyanúgy, ahogy az erőmű körül is azért sokkal kisebb és sokkal gyengébb harcselekmények zajlottak, mint ahogy zajlódhattak volna, ugyanúgy például a gázszállítás vagy az olajszállítás bizonyos területeken akár akadálytalanul is működik, vagy a különböző szolgáltatásoknak az üzemeltetését, az energiahálózatról beszéltünk. Egy háborúban a lakosságnak a mondjuk ugye a jóléte az általában másod-harmadlagos szokott lenni. Így úgy tűnik, mind a két fél nyilván az ukrán fél saját jófelfogott érdekéből, az orosz fél is nyilván a hosszabb távú hódítást szem előtt tartva igyekszik megkímélni ezeket a dolgokat a lehetőségekhez képest. Nyilván most azzal nem lehet mit csinálni, ha jól felfogott érdekből mondjuk egy bevásárlóközpont mellé telepítenek egy lőszerraktárat, vagy éppen egy atomű mellé raknak önjáró löveget.
Tehát én azt hiszem, hogy hosszabb távon ennek kicsi az esélye. Jó lenne, ha meg tudnák magukat tartóztatni a felek, de elsősorban a környéken élőket érni azonnali hatást, tehát nyilván az ott tartózkodó orosz katonaságot, illetve a túlparton lévő ukránokat érni azonnal hatást, tehát szerintem a durvulástól, vagy a durva eszkalációt az a mind a két fél tartózkodni fog. Még akkor végezetül hadd kérdem, még két kérdésem lenne. Kárpátalja, ugye volt már arról szó, hogy Kárpátalján is mindennaposak most már a temetések, ahogy visszaérkeznek az elesett katonák a térségbe. Mi lehet Kárpátaljának a sorsa, vagy a jövője ennek a háborúnak a fényében, akár így, akár úgy záródik le? Tehát, vagy ha úgy kérdezném, hogy Kárpátalja szempontjából mi lenne a legideálisabb lezárása ennek a konfliktusnak? Nincs ilyen. Tehát ugye Ukrajna gazdasága, bármi is lesz a vége, bármennyit is hagyjanak meg Ukrajnából az oroszok, bármennyit sikerül az ukránoknak megőrizni függetlennek, kisebbségi lét sosem jó. Ukrán közvélemény kutatások szerint a magyarokat nem tartják barátnak. Nyilván ebben vastagon benne van a magyar kormány külpolitikájának ukrán nézőpontból, meg egyébként európai nézőpontból is kifejezetten orosz barát, magyar külpolitika, ami egyébként érdekalapú, tehát nem feltétlenül értékalapú, de ezt más ország is így csinálja, tehát az Egyesült Államoktól kezdve Kínán át. Tehát nem feltétlenül lesz jobb a kárpátalja magyaroknak akkor sem. Ugye az orosz kisebbség nagy része már elkerült Ukrajnától, ami megmarad Ukrajnából vélhetőleg sokkal nacionalistább lesz. Egy nacionalista állam nem feltétlenül tolerálja a kisebbségeket, bár hozzá kell tenni egyébként a kárpátalja magyarok, amennyire nem annyira jó a magyarok megítélése, a kárpátalja magyarok tekintettel arra, hogy kifejezetten nagy létszámban vesznek részt a harcokban, és ugye a kárpátalja feltöltési alakulatok is meghozzák az áldozatot. Ez nem feltétlenül csatta a rajtuk, de nincs jó kimenet. Tehát Ukrajnának legalább kell, hát Zelenszky elnök szerint 6-800 milliárd, én azt mondom 1000-1200 milliárd dollár az újjáépítésre. Ha a nyugat megadja jót, kérdés, a nyugat ad egy olyat egy Ukrajnába, amit az oroszok bármikor megint megtámadhatnak. Nem valószínű, hogy le lehet úgy zárni ezt a konfliktust, hogy Moszkva azt mondja, hogy elégedett vagyok. Valószínűleg megint jön egy Minszk 3, vagy jó Isten tudja mi, és Oroszország felkészül a következő fordulóra. Ugye most pont a Dugin lány ellen merénylet kapcsolatban már nagyon régóta mondogatta, hogy föl kéne osztani, na most Isten mentsen meg minket attól, hogy visszakapjuk Kárpátalját, mert akkor a szlovákok, a románok, a horvátok, a szerbek, meg a szlovénok rögtön nagy barátaink lesznek. Tehát nem szabad hozzányúlni a 45-ös határokhoz, nagy hatalom több ezer atom töltettel megteti. A kárpátaljai magyarok Ukrajnában maradnak, az a kevés, aki van, mert ugye nagyon sokan már átjöttek Magyarországra, bizonyos helyeken csak az idősek vannak, már a gyerekek sem, mert azok is ide járnak. Tehát a kárpátaljai magyarság hosszú távon fel fog olvadni. A maradék Ukrajnában, a aktív keresőképesek vagy Nyugat-Európában, vagy Magyarországon vannak, és amíg zajlik a háború, addig épeszű kárpátaljai magyar férfi ember nem megy vissza. Aki harcolni akart, az már elve ott van. Én ennél azért már alapvetően egyetértek a Feri jóslataival, abban, hogy egy nacionalistává váló, akár a 14-es határai előtti területét visszahódító, bár ennek rendkívül kicsi az esélye, Ukrajnában nagyon rossz lesz kisebbségnek lenni. Azonban én nem hiszek a határok megváltoztathatatlanságában, ugyanis a történelemben nagyon kevés, sőt, szinte semmi dolog nem állandó. Tehát az tény, hogy nagyon nagy teher lenne mindenféle szempontból egy Kárpátalja sorsának a megváltozása, de semmiképpen nem önmagában járna. Tehát abban az esetben, az fölmerül ez a kérdés, és én reális esélyt látok erre egyébként Dugintól függetlenül, nyilván az orosz szándék az, hogy minél jobban megossza a NATO-t. Ugye a lengyelek nem nemzetállamban gondolkodnak, hanem ők kultúrában gondolkodnak, de azt jelenti, hogy ahol a lengyel kultúra, a lengyel nyelv az uralkodó, és az ukrán azért nagyon hasonlít sok szempontból a lengyelre, ott az a terület az lengyel. Tehát egy
esetleges ukrajnai felosztás az úgy valósulna meg, hogy Lengyelország, Románia és Magyarország is kap területeket ukrán rovásra, amit nyilván az Európai Unió is és az Egyesült Államok is nagyon rossz néven venne, de kész helyzetekkel szemben nagyon kíváncsi, hogy mit tudnának tenni, vagy mit akarnának tenni. Ebben az esetben van arra esély, hogy Kárpátaljára visszatérnek azonnal valóban elmenekült magyarok. Úgy gondolom, hogy azok a fajta változások, amik rövid távon láthatók, azok semmiképpen nem jobbak. Bízunk benne, hogy hosszabb távon ezért jó lesz. Most azt azért még hagyd szögezzem, hogy annak a valószínűsége, hogy EU meg NATO tagországok Ukrajnát darabolgassák, ez közel van az éróhoz. Akkor fordítsuk meg. Azt mondom, hogy az oroszok azt mondják, hogy ezen a területen lesz népszavazás arról, hogy akarnak-e mondjuk Nyugat-Ukrajnának egy bizonyos része Lengyelországhoz tartozni, vagy mondjuk Bukovina akar-e Romániához tartozni. És ezt majd az oroszok mondják meg az ukránoknak? Hát ha nincs hadsereg, előbb-utóbb bekövetkező ukrán hadsereg összeomlása, sajnos elkerülhetetlen. Nyilván az ember nem vágyik egy fájdalmas dologra, csak attól függően, hogy fájdalmas, attól még elkerülhetetlen. Szerinted örökké vasig fogják bírni? Az oroszok sem fogják örökké bírni. Miért bírnák ők rosszabbul, mint az ukránok? Ott van mondjuk egy hadipar. Az oroszok nem vállalnak fel arányaiban akkora veszteséget, mint az ukránok. Nem is tehetik, mert nekik Kínára is kell figyelni. Akkor bevetnek atomtöltetet. Na, hát az biztos ledobnak a saját határaik mellé. Kievre, Harkivra. Elég egy taktikai neutron bomba, mondjuk egy erő összecsoportosításra. 20-25 ezer halott, a környékre egy hétig nem lehet bemenni, és bevonulnak. Ez a baj, hogyha vagy irracionálisak, vagy nem irracionálisak. Ha irracionálisak, akkor fognak atomfegyvert használni. Ha nem irracionálisak, akkor nem fognak, viszont akkor az összes többi feltétel sem teljesül. Nem, tehát nem tudom elképzelni, hogy a románok meg a lengyelek, Magyarországot sajnos nem zárnám ki, neki látnának felosztogatni Ukrajnát. De nem ők, ezt mondom, nem ők. Tehát ugyanúgy a koszovói modell érvényesülne, hogy több alkalommal érvényesült a történelemben, tartanak az adott helyszínen nyilván megfelelő ellenőrzés mellett egy népszavazást, és ők kinyilvánítják szándékot, hogy valahova csatlakoznak. Most erre nem fogják a lengyelek azt mondani, hogy a románok meg pláne, hogy nem ölik a köbrükre az adott területet. És ezt a nyugat-európaiak lenyelik. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy a nyugat-európa mit fog reagálni. De biztos, hogy tudja rászólítani Lengyelországot vagy Romániát, azt a Lengyelországot, aminek amúgy is elvágták minden kapcsolatát, minden pénzügyi kapcsolatát az EU-val, hogy tudják rászólítani arra, hogy ne fogadja el. Ott a leggyengébb láncszem a dominónak. Azt mondják a lengyelek, hogy oké, akkor a romák azt mondják, hogy oké, és akkor utána csak fölteszek a közönség, azt mondjuk, hogy oké. Ezt nem tudom elképzelni. Ha bekövetkezik, Isten bizony. Médiában mondom, hogy te vagy a legnagyobb biztonsági szakértő Magyarországon. Szépen, nem tudom képzelni, hogy a románok meg a lengyelek azt mondják, oké, osszuk fel Ukrajnát. De nem, egyszerűen, hogy nem ők osszák föl, hanem van egy helyzet, amit megragadnak, és ez az óriási különbség. Akkor utoljára még azt hadd kérdezzem meg, hogy látják most, ugye már több mint fél éve tart ez a háború, voltak az elején úgy béketárgyalásnak induló kezdeményezések, most már jó pár hónapja ilyet nem látunk. Merre fog ez kifutni? Kinek kell megegyeznie? Kivel? Mert ez is egy vita tárgya, hogy Amerikának kéne leülnie az oroszokkal megegyezni, avagy az ukránok el tudják ezt rendezni az oroszokkal, de lehet, hogy Putyin már nem elégszik meg Zelenszkijnek a társaságával, hanem szeretné, ha igenis Biden is ott ülne. Röviden csak mit gondolnak, merre futhat ez ki, és mi lehet a megoldása? És amíg látszik-e ez most egyáltalán? Amíg az Egyesült Államok gyakorlatilag feltétlenül támogatja Ukrajnát, és bizonyos szempontból fizeti a számlát, hiszen technikai államcsődről beszéltünk Ukrajna esetében, hiszen több nemzetközi kötelezettségének nem tudott eleget tenni, addig ez a folyamat fönn fog állni, feltéve, vagy abban az esetben nem, ha valamilyen összeomlás következik be. Elsősorban én katonaira gondolnék, és többször elmondtam, vállalom ennek az ódiumát, és ugyanúgy, ahogy a Feri felállt, én is felajánlom, hogy elismerem a tévedésemet, ha nem így történik. Ugye megvan az esély, hiszen az embernek nincs kristálygömbje. Én úgy gondolom, hogy még a tél bekövetkezte előtt várható egy ukrán összeomlást katonailag, és ebben az esetben gyakorlatilag a fenti forgatók megvalósulhatnak, de a tartós béke az csak az Egyesült Államok bevonásával képzelhető el. Bevonásával, de ugye a Minszki tárgyalások is úgy zajlottak, hogy Oroszország hivatalosan közvetített, hiszen Ukrajna a Donyecki meg Luhanszki úgymond lázadókkal, hát ugye orosz különleges műveleti egységekkel, meg komplett orosz gépesített dandárok lázadtak ott a határ túloldalában, volt konfliktusban. Az Egyesült Államok, meg maga Biden elnök sem fog leülni hármasban tárgyalni, mert az elismernék, hogy amit az orosz propaganda mond, hogy az egész háborút ők robbantották ki.
Tehát lehet egyezkedés a háttérben. Ugye ennek egyik érdekes vonulata ugye a letartóztatott amerikai sztárkos állapdázó nő esete, akit valószínűleg ugye Viktor Buttal, hát a fegyverneppelből jól ismert, a valóságban nem annyira szimpatikus fegyverkereskedő, tehát nem egy Nicolas Cage, tehát az egyik hát a halálnak az egyik legnagyobb vámszedője volt a maga idejében. Tehát nem kizárt, sőt, valószínűleg folyamatos a háttéregyeztetés az Egyesült Államok és Oroszország között. Nyilvánosan ez egy orosz-ukrán tárgyalásként fog bekövetkezni. Valószínűleg ott lesznek a nyugati hatalmak is, értelemszerűen az Egyesült Államok is, véletlenül Németország, Franciaország. Ad abszurdum, én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy bevonják az oroszok Kínát is saját oldalukon, bár szerintem Kínának ennél több esze van, de egyelőre nem tűnik úgy, hogy Oroszország még nem nyert eléggé, az ukránok meg kivárják, mi lesz azzal az ellentámadással. Tehát, ha az ellentámadás kudarcba fullad, aminek egyelőre nincs jele, akkor valószínűleg elkezdődhet egy egyezkedés. Ha az ellentámadás sikeres, itt most az, hogy mit mond Zelenszky, ezt felejtsük el. Tehát körülbelül ami Ukrajnának realitás, ezt a Nyepertől nyugatra eső katlant tudja visszafoglalni. A többit nem. Tehát a Nyeper az egy jó természetes határ, utána megint lehet egyezkedni. De ugye megint Ukrajna eddig elveszítette a területének több mint a negyedét. A népességének közel a felét, mert 11 néhány, azt hiszem 12 millió ukrán már elmenekült Ukrajnából, azok nagy része Nyugat-Euró, aki már ott elkezdett dolgozni, az nem fog visszamenni Ukrajnába. Tehát hosszú távon Ukrajna elveszíti a népessége jelentős részét, Nyugat-Európa ezzel nem feltétlenül jár rosszul, mert ugye olyan munkákat töltenek be, amire egyébként afrikaiakat, meg közel-keletieket kellene behozni, akkor meg inkább ukránok legyenek, akik kulturálisan, meg kinézetükben is nagyjából ugye összepasszolnak a nyugati társadalmakkal. Tehát igazából az a kellemetlen helyzet, hogy az amerikaiaknak annyira nem baj, hogy tart ez a háború, mert Oroszország gyengül. A kínaiaknak még annyira sem baj ez a háború, mert Oroszország mellett a nyugat is gyengül. Ennek a háborúnak ebben nincs vita köztem meg Bálint között, a legnagyobb vesztes Európa lesz, meg az ukránok. És egyébként hosszú távon az oroszok is, mert bárki bármit is mond, még ha sikerül is Ukrajnát nagyjából elfoglalni, azt a területet még pacifikálni kell, jó, mondjuk az oroszok ezt tudják, tehát népirtás, kitelepítés, stb., tehát csecsemből, csecsemföldön a legkevesebb. Tehát a csecseneket szanaszét szórták az orosz birodalomban. Valószínűleg az ukránokra is ez a sors vár, viszont a meghódított területeken nem lesz. Aki figyeli a híreket, folyamatosan lövik le az úgynevezett kollaboráns politikusokat. Tehát aki úgy dönt, hogy támogatja az oroszokat, az nagyon sok mindent kockáztat. Szerintem azok inkább különleges mértékű alakulatok az akcióikból ítélve, mint gerillák, de ebben vagy ez egy másik adás témája legyen. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és ezt a dinamikus beszélgetést azt gondolom, hogy a hallgatóink is fogják díjazni. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő voltak a vendégeink. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!